Megadom a szót Varga László képviselőnek, MSZP képviselőcsoport. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár asszony, tisztelt képviselőtársaim. Hát egy parázsvita látszik kialakulni egy olyan jogszabálymódosítási javaslat kapcsán, amely végül is ehhez képest elég rövid, de hát nagyon komoly 30 év van itt a sportegyesületek, illetve a sporttal érintett gazdasági társaságok mögött, és bizony sok mindent láttunk ebben a 30 évben. Én azt gondolom, különösen az első felében egyébként, mert hogy az ilyen típusú indulási jog átruházást nyilván itt a 2000-es évek első évtizedének közepétől nagyjából tiltott a jogszabályi háttér már. Engedtessék meg nekem is, hogy megerősítsem azt, amit Hiszékeny Dezső elmondott. Nagyon hiszünk abban, hogy a pályán elért eredmények kell, hogy meghatározzanak egy-egy végeredményt, ezáltal egy-egy bajnokság végeredményét. Nagyon hiszünk abban, hogy nem zöld asztalnál, vagy gazdasági mahinációk eredményeképpen kell, hogy meghatározásra kerüljön az, hogy mondjuk a következő bajnoki idényben, akár egy-egy labdarúgó bajnoki osztályban, vagy bármely csapatsportágban ki kiindul. Érdekes egyébként az időzítés ennek a benyújtásának, ennek a jogszabálynak. Mondtak itt egy konkrét klubot, amit ez érint. De mégiscsak az van, hogy az a fajta klubkeringő, ami a 90-es években és a 2000-es évek elején látható volt, az a egyébként elég szigorú sporttörvény által elég szigorúan megállapított tiltás eredményeképpen ez megszűnt. Én úgy gondolom, hogy az a feladatunk, hogy semmi olyan jogszabályt ne fogadjunk el, ami ennek a klubkeringőnek az újból élindulása irányába mutat, és minden olyat támogassunk, minden olyan jogszabálymódosítást, ami természetesen az alapoktól, az utánpótlástól építkezve megerősíti a csapatsportágokban sportoló fiatalokat abban, hogy igenis van értelme a teljesítménynek, van értelme egyel több gólt rúgni mindig, van értelme annak, hogy a pályán dőljenek el a dolgok, és bizony van értelme akár egy életet vagy egy fél életet felrakni arra, hogy az ember sportolóként teljesítményt tehessen le az asztalra, de vannak ebben a teremben nyilván olyan sportolók, akik nagyon nagy teljesítményeket raktak le, nem akarom ezt így részletezni. Én azt látom, hogy ez a szabály, bár egy konkrét ügynek, lehet, hogy egy konkrét ügynek a megoldására irányul, de ez az előkeresztés alkalmat adhat arra, hogy újabb klubkeringő induljon el egy olyan helyzetben, amikor a koronavírus járvány miatt is, és abból fakadó gazdasági hatások miatt is esetleg bizonyos klubok nehéz helyzetbe kerülnek, és a helyükre adott esetben alsóbb osztályokból adott esetben egy gazdasági társaságot létrehozva, indulási joggal felruházva egy-egy klub hát nem a pályán eldőlt eredmény alapján szerepelhet majd ott, ahol. Ez a kérdés, ez adott, és egyébként erre konkrét válasz nem érkezett se két percesben, se azóta egyetlen előterjesztőtől sem. Ezek a kérdések megválaszolása várnak. Továbbá azt is az asztalra raknám, hogy azért attól, hogy nincs lejárt köztartozása egy-egy ilyen klubnak, amely ebben az átalakulásban, vagy egy ilyen gazdasági társaság létrehozásában, ennek a folyamatában részt vesz, attól még egy év tartozása lehet egy-egy ilyen klubnak, adott esetben például sportolók felé, vagy egyébként a sportrendezvények lebonyolítása kapcsán lehetnek olyan költségek, amiket még nem térített meg. Úgy látom, Bánki Elik lelkesen meg fogja válaszolni ezeket a kérdéseket is, nagyon remélem, mert hogy azért az mindenképpen látszik ebből az előterjesztésből is, a kihirdetés utáni 5 napos hatályba lépéstől is, hogy egyébként, ha valami konkrétan az érdekükben áll, akkor nyilván nagyon gyorsak tudnak lenni jogszabályalkotásban, de egyébként például a rokkant nyugdíjasok kárpótlása érdekében, hogy egy példát itt az asztalra tegyek, abban meg nem kapkodnak ennyire, mulasztásos törvénysértést is elkövetnek adott esetben, hiszen az úgy látszik, hogy nem ennyire fontos érdek az önök számára. Egy szó mint száz. Válaszoljanak a kérdésekre, amit az ellenzéki képviselőtársaim egyébként jó szándékkal feltettek, mert meggyőződésem, hogy azért tették fel ezeket a kérdéseket, mert semmiféle kiskaput nem szeretne itt senki nyitni annak,
ami bizony a 90-es években és a 2000-es évek elején egy napi folyamat volt annak a típusú játékjogkeringésnek, amely azt gondolom, hogy semmilyen sportszerető ember érdekét nem szolgálja Magyarországon.